Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban megpróbálok egy kicsit elmérkedni arról, hogy mit is várhatunk a Pico V43-asától, és hogy milyen hatással lesz ez a Fugert mozdonyára. Előre is jelzem, hogy nem vagyok jós, és hogy semmilyen exakt információval nem rendelkezem, ezért itt most csak a saját gondolataim és józan paraszti ész volt segítségemre, így most ebben a videóban csak ezzel a saját kis véleményemmel tudok majd szolgálni nektek. Ezért nem is vegyétek készpénznek. A most bejelentett V43-as szerintem okkal kavarta fel az állóvizet, hiszen a mai napig a hazai pályákon legnagyobb darabszámban futó mozdony H0-ás modelljéről beszélünk. Ez a mozdony az 1963-as első szolgálatba állása óta meghatározó képe a magyar vasútnak. A hazai modellezőknek sajnos 1999 végéig kellett várnia, hogy H0 méretarányban is a kezükbe foghassák a járművet. A Fugert modelljét már a kezdetektől kísérték a hajtás gyenge minősége miatti különböző problémák. Ahogy azt a Fugert V43-as bemutatóban is elmondtam, az elmúlt 20 év alatt eléggé változó minőségű volt az összeszerelés, ezért bizony az évek folyamán sokak csalódhattak a járműben. Ennek az okába nem szeretnék nagyon mélyen belemenni, de gyakorlatilag a manufaktúra jellegű gyártásban és a különböző folyamatokat végzőkben keresendő. Amíg a mozdony ára 25-35 ezer forint között volt a 2000-es évek vége felé, itt hozzáteszem például, hogy én a 13-41-es mozdonyomat 22 ezer forintért vettem 2007-ben, míg a 11-25-öst 35 ezerért 2010-ben, addig az ember könnyebben elnézte ezeket a dolgokat, ne feledjük, hogy ekkor tájt egy Rocco Taurus 40-45 ezer forint volt. Azonban mióta már a hivatalos forgalmazónál is 80 ezer forintot kérnek egy mozdonyért, már ha van pár darab, ami eladó, a különféle szürkezónás kereskedők pedig 100-150 ezer forint közötti összegért adják a mozdonyokat, nekem már nehezen veszi be a gyomrom a minőséget, illetve annak a hiányát. Csak ha belegondolok, hogy egy 35 ezer forintos Pico hobbi szériás Herkulesnek különb a hajtása, és akkor most az expert mozdonyokról ne is beszéljünk, hát igen, szóval gondolom mindenki érti, miről beszélek. Egy ideje már az sem vigasztalt, hogy mind a Zemoké, mint pedig Bende Imre készítette ehhez a Fugert mozdonyhoz komplett alárakható hajtást, ami fényévekkel veri a gyári megoldást, és ezekkel jelentős minőségi javulást lehetett elérni, azonban, ha belegondolunk, hogy egy jó esetben 80 ezer forintért megvásárolt mozdonyt rögtön gyakorlatilag meg kell javítani, ami több tízezret dob még a költségeken, hát szóval igen, ismerős a helyzet. Még ha 35-40 ezer lenne egy mozdony alapból, akkor talán nem lenne akkora fájdalom, plusz 20-25 ezret rákölteni vásárlás után arra, hogy olyan legyen a hajtása, mint egy gyengébb Rocco mozdonynak alapból, de így, őszintén megmondom, körülbelül ugyanaz a helyzet, mint a Fugert kocsiknál. Gondoljunk bele, hogy 100 ezerért már kapunk egy Gigantot, egy Sergeyt, egy Nohabot, egy Tauruszt, vagy egy Traxot, vagy bármilyen hozzánk bejárós másik mozdonyt, ami nem úgy fogja kezdeni a pályafutását a terepasztalunkon, hogy le kell adni egy hajtás feljavításra, hogy egyáltalán használható legyen. És akkor erre a piacra, erre a környezetbe érkezik majd jövőre ilyenkorra a Pico V43-asa. Ha a hajtását nézzük, ami ugye a Fugertek Achilles sarka, akkor valószínűleg számíthatunk legalább olyan minőségre, mint amilyen a laminátkának, vagy egy tetszőleges expert mozdonynak, mint például a Vectronnak van. Ez szerintem mindenképpen jó hír, hiszen ezeknek a mozdonyoknak nagyon szép futása van. Kis sebességnél is egyenletesen mennek, tapadógyűrűvel vannak ellátva, és szinte hangtalanul teszik a dolgukat. Nagyon megbízható gépek ezek. A Pico katalógus szerint 358 mm-es, tehát R1-es íven is el fog járni a gép, és várhatóan számíthatunk egy jól kialakított rövid kapcsoló kinematikára is. Formailag, ha a gyártó a katalógus képen szereplő kasznit fogja megcsinálni, akkor egy magas pályaszámos V6E főjavított gumirugós
körbefutó ereszt csatorna nélküli mozdonyra számíthatunk, ami ugye már zárlámpás. Ez a változat különbözik a Fugert által elkészített mozdonytól, hiszen a hazai gyártó egy ugyan szintén magas pályaszámos, viszont a gyártáskori állapotot modellező mozdonyszekrényt készített el. A Pico által választott formaváltozat, ha ez fog kijönni, sok lehetőséget rejt magában, hiszen így 5. és 6. korszakos mozdonyok kerülhetnek kiadásra, mind máv, mind gyesebb színekben, továbbá lehetőség nyílik a későbbiekben a gyártó részéről papagáj, cirmos és fecske festési változatokat is kiadni, mind máv, mind start, mind trakciós felségjelzéssel és különböző pályaszám variációkban is. Ennek a kaszni változatnak az egyetlen egy hátránya, hogy 4. korszakos járművet nem lehet vele modellhűen készíteni. A leírásban a gyártó részletes tetőberendezést és filigrán forgóvázakat ígér még. Reméljük, ezek így is lesznek. Funkciók tekintetében egy szabványos Plux 22-es panellel érkezik majd a mozdony, külön kapcsolható zárfényekkel és LED-es világítással. A katalógus szerint további világítási funkciókra is számíthatunk, ami valószínűleg kapcsolható távolsági fényt, fülkevilágítást, esetleg géptérvilágítást takarhat majd. Gyárilag hangos mozdony is szerepel a kínálatban, itt a Pico saját hangdekóderével fogják ellátni ezeket a mozdonyokat, a konkrét hanganyagról viszont nincs információ egyelőre. Jelenleg elég kevés információ áll rendelkezésre, azonban szerintem érdemes lesz figyelni a Pico YouTube csatornáját, illetve közösségi média oldalait, hiszen ők gyakran osztanak meg készülő modellekről háttérinformációkat, gyártási képeket és egyéb hasznos dolgokat. A mozdony 209 eurós ára lett beárazva, analóg kivitel esetén, ez jelenleg 80 ezer forintos hazai árat takar, amit természetesen az euró árfolyam ingadozásaival változhat. A modell már több helyen előrendelhető, és biztos vagyok benne, hogy nem kis érdeklődés van már most is rá. Közben, ahogy láttam, megindult a használt piac is, és sorban kerülnek fel már 80 ezres árakon is használt Fugert V43-asok. Én nem feltétlenül gondoltam jó ötletnek a saját mozdonyaimat eladni, hiszen használom őket, a hajtásaikat már korábban rendbe tetettem, és amúgy sem spekuláció vagy anyagi haszonszerzés céljából vettem őket, hanem azért, mert használni szeretném őket. Szerintem nem nagyon érdemes hirtelen felindulásból megválni ezektől a gépektől, főleg annak, aki 4. vagy 5. korszakot gyűjt, hiszen például nem tudni, a Pico mikor tervezi az 5. korszakos gépet kiadni, a 4. korszakos meg pont a fentebb említett dolgok miatt elég kétséges, hogy egyáltalán lesz-e. Amire viszont szerintem fel kell készülni, hogy amennyiben a Pico nem hibázik, a korábbi Fugert mozdonyok úgy fognak hatni mellette, mint Trabant a Mercedes mellett. Hajtásminőség terén szerintem mindenképpen, de úgy gondolom, hogy ha csak a laminátkát vesszük példának, akkor kinézetben is hatalmas különbségek lesznek a Pico javára. Az ellátásról pedig ne is beszéljünk. A Pico saját kínai gyárával jó eséllyel csuklóból ki fogja tudni elégíteni a hazai igényeket, meg fog jelentetni több festési és feliratozási variánst, és ezzel hosszú távon valószínűleg megszünteti majd a nepperkedést is ezekkel a gépekkel. Ki tudja, talán nem 100 000 év fognak majd utána is gazdát cserélni a Fugert gépek, csak azért, mert ritkaság. Egy ilyen Pico mellett én biztos nem adnék 30 000-nél többet egy bármilyen festésű vagy bármilyen ritkának mondott Fugertér, mert egyszerűen nem érik meg. Nagyjából ennyi lett volna a mai okfejtésem. Köszönöm szépen, hogy időt szántatok rám, további jó modellezést, szép napot, és vágjuk a centit a Pico mozdonyhoz.